Rózsát, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy újabb traktoros vloghoz, ami hát most egyelőre kicsit még álmosságban vagyok, mert megmondom őszintén, mennyi az idő? Mindjárt telefonról puskázok. Hát 8 óra 50 perc, hát 30-kor keltem, még úgy egyelőre világomat se tudom, hogy finoman fogalmazok. Úgyhogy így ez a kezdeti ilyen összeszedetlenség, ez azért van. Úgyhogy most mondom a tervet. Ugye ide álljunk először, mert nekünk a 77-10-es kell most. Mert megyünk ezért rakni, műtárgyát a bának. Ugye még a kapu is itt be van zárva. Ide is álltam volna, na mindegy. Ugye itt vannak a kert. Vagyis itt vannak a gépek a kertbe. Monosszem. 130 ennek a szerkentyűje. Jaj, bocsássatok meg, még tényleg nagyon reggel van. Szállítókocsi 78-30, meg a 10-es. Úgyhogy most ugye 71. vlog. Hát 70-re nagyon sikerült egy kis idegességes vlogot összehozni. Jaj, itt a picike! Júj! No, az nem kő. Ezt most lehalkítjuk egy picit. Még én álltam vele, de ne nézzünk egy hörgetést. Bombecsukódott a buzi. Gondolhatjátok. Na, azt mondja, telefonozott jó. Várjál, hogy kell nézni a kameraszöget, hogy jó lesz-e. Jó lesz. Pumpáljunk egy kicsit a... Pumpáljunk az ülésen egy picit. Mindig hadd melegedjen egy minimálisan. Mert ugye elengedi a levegőt. Na! Mindegy. A kormány az kicsit szar. Tanulunk neki egy kis alapjáratot. Így 880. Így is van. Pumpálunk. Gyere pumpálni! Jó kis 30, annak is le van ülve az ülése. De ez jó, ott egy 84-30, igen. Ott vannak még itten ketyerék. Mai napra a terv, de hülyén áll a hajam. Szóval a mai napra a terv az az, hogy most ugye apának rakok egy műtrágyát a F-be, és utána én meg megyek permetezni, úgyhogy nem tudom, hogy ez most milyen hosszú videó lesz, vagy hogy lesz kivitelezve, mert mondom nektek őszintén. Apa még mostankor az öregbe. Tisztára, akkor végem is volna. Nem tudom, hogy a
kukoricaaratásos, vagy kukoricaszállításos lókba mondtam-e, vagy csak akartam, hogy ugye annyi hibája van ennek a traktornak, hogy vagyis hát most így azt vettem észre, mert ugye volt egy nap, amikor ezzel is rakottam, hogy a powerja, azt lehetne egy picit úgymond kalibráltatni azért, mert kicsit így nagyon ugrik, tehát van benne craft meg minden, csak hát nagyokat dobál, tehát egy kicsit finomítani kéne, de egyébként nem rossz, visszafele is nagyon igazából. Ja, úgyhogy most elmegyünk szépen a kulcsér, 106-os még mindig itt van, meg szerintem itt is lesz egy darabig, ott meg szalad a tüzes. Csókolom. Úgyhogy ja, most bejövünk a kulcsér. Fütyül, gyerekek, hogy? Erígyétek már! Ének sokkal jobb volt. Hogy de imádom, ezt kéne nekem így forra. De jó, hogy enyém lenne. Ja, meg ennyi hibája van, hogy eriszt hátul fékszeletni. No. Jó, azt tudom, melyik nyitja ezt a szart. Nem ez? Akkor ez? Ha megvan, hopp, a kamera. Bocs, ez? Remélem nem állítódott el semmi. Házimaszek, úgy lett csináltatva, de egész jó. Szonya B. Szűkös, szűkös. Ez tüzesre meg dzsaffára lett csinálva, ezek az épületek. Itt vannak kerekek, ladikok, építőanyagok. Ja, most egyedül vagyok, most apa még nem ért ide, megoldom én ezt magamnak. Ugye? Itt is van egy zsák. Van egy tiszta olaj lett.
ezt akaszd be. Mi? El. Mi? Töntet meg a földre. Nincs rajta a súly, picit megérzi. De nem vészesen. El volt kérve, ugye, akkor szórtam a kukoricák alá. Akkor itt volt benn. Jöttem be, akasztottam, raktam. Azt kész. Na, megvan itt a program. Úgyhogy ja, most akkor egyelőre nem tudom, hogy mi lesz, most ez egy negyed órába, hogy belefért, ez így tök jó. Úgyhogy most egyelőre elköszön, vagy nem elköszönök, hát nem majd, hogyha tüzessel leszek, akkor majd lesz valami, jó? Úgyhogy jók legyetek addig. Na, az előző jelenettől hát eltelt egy 3 nap. Annyira vizesek voltak a fődek, hogy nem tudtam menni permetezni, úgyhogy semmit sem lehetett csinálni, meg egy eső is volt. Ezt jövünk majd most szórni. Elég jó gaz van benne, hogy Amazódalról fogok menni. Ott repül a kokás. Ja, úgy fogok menni, hogy úgy megyek körbe, és akkor az alján fogom húzni az egyenest, mert az a fel egyenesebb a teteje, nem? Úgyhogy mindjárt rakunk egy terepet neki. Na, itt máma műtrágy a szórónyom. Keverő.
robot. Ezt is mindjárt intézem. Te meg maradj már nyugton! De még így is elég vizes. Egy bilincs, de jó lesz. Beletesszük utoljára. Mi? Azt. Nem lehet az ilyen buzát, nem lehet elbosszni. Jó. Kinyitom én. Mi marad egy deci, akkor egy liter. Kettő. Miért? Hát menj óccal kell menni. Utána. Ugye úgy csináljuk, hogy 4 hektáros keverés, meg ez a Buzi Grand Star izével van. Jaj. Imába kompag. Jó van. Megy a videó? Megy. Ez a gombaölő, külön liter per hektár, a 4 hektárosat keverünk, úgyhogy 1 liter marad, ez nem gyűlölem én. Az előző meg a gyomirtónak egy része, másikat föl kell oldani. Mi van? Kapadót nem hozta. Hát most akkor már mindegy. Akkor menj le. Hát akkor menj le. Vágd le majd azt a 2000-t. Mit? A kábelt. Mit? A jó az úgy. Ezért mondom. 20 deci marad. Majd tekerek rajta. De olyan habzós akármit ne hozzá. Habzás gátlót. A rovarölő, ebből könnyű 8 deci. Azt mondja, hogy... Mivel sűrű, mint a rossebb. Marad. Ó, a tenyem. Jaj. És akkor ugye ez a Grand Star-nak ez a granulátum izéje. Formája, ezt föl kell oldani. Ez gyönebb.
FMC, tököm tudja mi. Csak a tapadó elmaradt. Én kihoztam a Grand Start meg a rovarölőt, akkor meg MS2-t. Kézmosó vízzel ugye öblítjük. Van mint a ézé. Valami jó gyógyszer. Így ne. Jó lesz. Akkor azt addig visszahajtom. Meg elpakolok. Ezeket addig ide teszem a fő célire. Meg legyenek. Ugye hát elég sok gazfajta van, itt kis kamella, ami nem kamella, ebb székfű. Meg tüsök van benne, pásztortáska, amit látok. Itt ide nézzétek, milyen izé húsos tüsök van-e. Ide nézzétek, milyen vastag. Itt azért ilyen szép buzát kárvóna elveszni, kicsit még vizes, de jó lesz. Azt mondja ezt is. Félrejtő, hogy mindjárt tekerek a kereten. Most nézzétek el nekem, fogalmam nincs, hogy ez most a génius, vagy a fálládó, mert ugye úgy volt, hogy kétfajta buzát vetünk. Pillanat csak, ezt is megmosom egy kicsit. Ugye kétfajta buza van, Genius és Fallado, csak ugye amikor a 81-30 vetett, akkor nem vagyok benne, nem tudom, hogy most hogy volt, hogy most nem volt meg az egyik mag. Jaj, gyerekek! Nem volt meg az egyik, vagy a másik, és akkor addig úgy lett kölcsönbe kérve, míg meg nem jön, és akkor hogy hova lett vetve, micsoda, azt már nem tudom, megmondom nektek őszintét. Ugye tekerünk rajta kicsit. Annyira nem köm, elég jó. Így a kés az marad. Hadd keverje. Na, milyen jó a buza, gyerekek. Azért, hát jó, az itt a szegés. Ma majdnem térdig ér. De beljebb is egész jó. És hát picit még nem is gombás. Jó. Annyira. Látok itt az út mellett, ja itt már nagyon, itt látjátok, ide nézzetek, milyen sárga, ha látjátok. De egyébként egész jó. Ja, addig remélem a robot betöltött. Beállítjuk akkor már a dolgokat. Kicsit retkes a dolog. Na, azt mondja, hogy táró tábla. És ez a vakszőr, ha megtalálom, így van. Így. Ez szerintem új művelet. Permetezés. Diszket a fejem búbja. 12,5. Tábla határ nem, mert az már elvileg van. Hát nem a legjobb, de van. Ugye ez 2,76-ot mértem rá, elvileg 2,9 vagy 3, pont nem tudom pontosan. Mert műtrágya szoróban mértem, az meg ugye nem annyira pontos. De megvan az a lényeg. Úgyhogy ja, be is csikozta nekünk. Én most megvárom apát, még visszajön, aztán akkor űzzük neki a ipart. Megmostam a kesztyűt. Na mindegy! Csak tapadószer, ez nem izé, nem méreg. Ezt tegyem bele mindet?
Ó, van. Tekertem már rajta, de nem rakok, nem tekerek többet. Jó van. Igényli. Tokja? Ott van, és mindegy, jó, kapcsoljak át? Kapcsolhatsz. Itt egy nagyon kicsit fiát behátszolod, ahol kis a kis kapcsolat. Jó. Jó? Jó.
fiam. Nem így áll egy picit. Jaj, de balfasz vagyok. Na mindegy. Így gyorsan csinálunk egy AB-t. A művelőnyom, akkor semmi problémám nem lenne. Akkor nem kéne AB-ket húzogatni. Létszél egy 50 méter? Van. Most a jó. Így a színezést már ugye kapcsolom is ki. Jó munkát mindenkinek, szavaztok, mulatás, adjatok neki!